Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Lo so che ho sbagliato. Milánói fotóvásár. A szakma egyik legnagyobb ilyen rendezvénye a világon. 5000 négyzetméter, 85 galéria, 130 kiállító, összesen 330 művész 15 országból. A március 8-án nyílt tárlatra Mizerák István hatalmas gyűjteményéből olyan képeket válogattak, amelyek helyi nőket mutatnak be. A Milan Image Art Fair az a neve, egy fotográfiai vásár, ami a világon az egyik legnagyobb ilyen vásár, mert nem először vagyunk itt, 2015-ben meghívták a Mizerák Alapítványt először, és akkor nagyon-nagyon nagy sikerrel részt vettünk. Aztán azóta minden évben visszahívtak, csak nem volt lehetőségünk jönni, és ebben az évben sikerült. Megint meghívtak minket, és mint egyetlen magyar résztvevőt konfirmáltuk a részvételünket. Ami azért egy mindenki általában a Commerce Galéria, és azért egy alapítványnak, ez egy nagyon, főleg egy külföldi alapítványnak nagyon nagy megtiszteltetés, úgyhogy nagyon nagy örömmel jöttünk vissza, és csatlakoztunk közben, van egy másik magyar program, akik szintén meghívást kaptak, mint együttműködő intézmény, ők hoztak négy másik galériát, úgyhogy végül is, mikor már itt voltunk, csatlakoztunk hozzájuk, és így együtt mutatjuk be a magyar fotográfiát, Magyarországot, de nálunk csak Mizerák István van, csak a sajátunk van, úgyhogy nagyon-nagyon nagy kitüntetés. Nina na na marinare go bavarca mi e sommare io te parle non respond te se per se mi e sussù. Úgy válogattuk ki a képeket, hogy nálunk csak női szereplői vannak a fotóknak. A 60-as, 70-es, 80-as évek ózdi realitása nőként megélve, és főleg azokra a képekre koncentráltunk, ami humorosan mutatja be azt a létezésnek azt az abszurditását, ahol egy nőnek azokba az időkbe kellett hegesztőnek is lenni, kézigránátot is kellett dobni, nőnek is kellett lenni, anyának is kellett lenni, védeni is kellett a hazát, egyesülni is kellett a proletariátussal, mindennel. Úgyhogy gyakorlatilag ezeknek a szituációknak a különböző feldolgozása, különböző öregek, fiatalok, tényleg minden van, és nagyon érzik, nagyon értékelik. Szóval ezek olyan szituációk, olyan életérzések a női létnek, olyan stádiumai, olyan fázisai egy nő életében, ami ma is megszólítják a közönséget. Úgyhogy nagyon nagy siker. Meghívást kaptunk Rómába, úgyhogy, és van egy Firenze és egy Brésai múzeum is, aki nagyon érdeklődik az anyag után. Természetesen nem csak ennyi, hanem egy nagyobb volumenű retrospektív vagy tematikus, de nagyméretű kiállítás érdekelni őket. Úgyhogy most azt próbáljuk megszervezni, hogy ne egyesével kelljen, hanem akkor egy nagy olaszországi utazó kiállítást tudjunk megszervezni. Úgyhogy lesz munka bőven, de hát így ez a jobbik, ezért dolgoztunk, hogy ezek a lehetőségek végre egyik a másik után előjöjjenek. 5 nap alatt sokan megfordultak a tárlaton, olaszok és kint élő magyarok is. Mindenkinek mást-mást jelentenek az ózdi évtizedeket, a mindennapokat felvillantó Mizerák fotográfiák. Nagyon sokan eljöttek tegnap a megnyitóra,
Nagyon érdekes nekik ez a téma, mert ezeket a fotókat itt Olaszországban nem nagyon ismerik, nem nagyon látták ezt, mert ugye, ami itt volt propaganda arról a korszakról, az is ugyanúgy szűrve volt, mint nálunk a nyugati világról. Úgyhogy nekik ez egy ilyen tök újdonság, hogy milyen volt az igazi az élet Magyarországon a 60-as, 70-es években. És ez a válogatás ugye csak a nőkről szól, ez is nagyon, nagyon jól fogadták mindenki, főleg a nőknek, ez egy, mindenki mondta, jaj, ez milyen jó, ez a sok nő. És gyűjtők is nagyon sokan voltak, adtunk is el képet, úgyhogy ez nagyon pozitív. Az Uzdi fotóművész munkásságáról Olaszország egyik legnagyobb művészeti kritikusa is áradozott. S már 2015-ben az első alkalommal felfigyelt a képekre a Nemzeti Fotográfiai Múzeum is. Már évekkel ezelőtt szemet vetettünk erre az anyagra, és már októberben szeretnénk megrendezni azt a tárlatot a Nemzeti Fotográfiai Múzeumban, amely Mizerák István munkásságát mutatja be. Az ragadott meg ezekben a képekben, hogy nagyon valósághűek, mindegyiknek van valamilyen üzenete. A fotóművész azokat a pillanatokat kapta el, amit igazából mindenki lát, de csak azt tudja átadni a közönségnek, aki érzékenyebb erre. Az Uzdi valóságot felvonultató fotókat megtekintette a milánói főkonzul is, sőt, a főkonzulátus támogatja a Mizerák Alapítvány olaszországi munkáját is. Milánóban vagyunk, a fotóvásárnak helyet adó észak-olaszországi városban, Olaszország második legnagyobb településén, a Lombardia régió székhelyén. Közel 1,5 millióan élnek itt, az ország gazdasági fővárosában, amely a legnagyobb ipari központ is. Világhírét manapság divatházainak, operaházának köszönheti, régebben pedig gótikus, csupa kőcsipke dómiának, illetve a Santa Maria della Grazia templomnak, amely otthont ad Leonardo da Vinci híres festményének, az utolsó vacsorának. Barangoljunk a városban egy kicsit, talán sikerül átadnunk egy kis hangulatot abból, amit mi éreztünk, amikor ott jártunk.